Nem enyhül a pollenszennyezettség, a jó idő miatt tovább szenvednek az allergiások. A parlagfű július eleje óta szinte folyamatosan virágzik, és hiába a szankciók, sokan fittyet hánynak a kötelezettségükre, és nem írtják a gyomnövényt. Az ország bármely részén lehet látni olyan területeket, mint amilyeneket Nógrád megyei stábunk talált. Széchenyi közelében ennek a kukorica táblának a tövében több száz méter hosszan virágzik a parlagfű, szemmel láthatóan senki sem írtja. Nagylóc közelében pedig ez az akácos olyan, mintha itt a facsemeték mellett parlagfüvet termesztenének. Az agresszív gyom millió számontja magából a polleneket, amelyek egyre komolyabb tüneteket okoznak. Egyre inkább allergiás, asztmás jellegű légúti megbetegedések betorkollanak ezek az allergiás megbetegedések, ami egyrészt megterheli a tüdőgondozói szakellátást, illetve számtalan antiallergikum szedésére kényszeríti a betegeket. Az allergiások egy része nem is tudja, hogy mitől folyik az óra és szeme egyfolytában. Tollra, kutya, macska szőr, de akkor mások voltak a tüneteim, most újabb tüneteim vannak, ordugolás és füldugolás, úgyhogy holnap fogok menni allergiavizsgálatra. Akik tehetik, védekeznek a parlagfű ellen, gyomírtással és megfelelő talajmunkával lehet meggátolni, hogy kifejlődjön a növény. Ilyen remény nem lehet, hogy ez kihal vagy kipusztul, mert állítólag 20-30 évig is el van a földbe a magja, és akkor is csíraképes marad. Hát normálisan kell gazdálkodni, a gyomírtásokat, a talajmunkákat úgy kell végezni, hogy lehetőleg minél jobban visszaszorítsuk. A parlagfüves területeket évente többször ellenőrzik a hatóságok. Ha kell, akkor többször megbüntetik azokat a gazdákat, akik nem tesznek semmit a parlagfű ellen. A küzdelem folyamatos kellene, hogy legyen, de ahogy a felvételeinken is látszik, ha a közutak mellett elmarad a kaszálás, akkor ez a gyom pillanatok alatt képes virágba borulni, és ezzel megkeseríteni az allergiások életét.